Ezek milyen ideges saló. Mondottan mészkő, tehát karc. Mindjárt a látogatási központnál vagyunk, és rengeteg autó van. Ilyen karcsi is. Hihetetlenül sok autó van. Karcsi is ekipálta magát. Vencékkel jöjjenek, mindjárt érkeznek. Ott van toj-toj, látom. Van toj-toj. Igen, igen. Megvettük a jegyeket, 5 lej volt fejenként, és most megindult az expedíció, a barlangász expedíció. Nem tudod, Enikő és Zotyó már messze elől járnak, de Ági, Ibi, Venci és én itt hátul kullogunk, de mi is mindjárt felzárkózunk, nagyon szép. A víz, nagyon szép a táj, nagyon kellemes az idő, és mondom, mindjárt kezdődik az expedíció. Most hirtelen csinálok egy ilyen panorámát. Friss vaddisznó túrások vízkeletnél. Nagyon jól látszik. Vízkelet? Vízkeletnél vagyunk. Itt van az egész díszes társaság, igaz, nagy, az expedíciónak a tagja. Nagyon szép, minden nagyon jó. Úgyhogy most sem akarok túl hosszú film. Itt a Vargyas. Vencikék. Jön a csapat többi tagja. Lucsuszkám, ez vízkelet. Ez vízkelet, itt a szikla. Bizony, ez vízkelet. Ott mászkáltunk eleget. Első segélynyújtó központ. És ott van az első híd. Ott. Mindjárt átmenjünk rajta. Ibi teljes felszerelésbe. Venci. Úriember. Úriember. Garantírjuket, hogy gyémántjókat, hogy ne hagyjuk fel a triviás. Na, indulunk mindjárt. Én elviszem, mert minden el.
Ez mind mészkő. Erősen szép. Ez a második híd. Ez a második híd. Mi annak idején itt mentünk, mert itt volt a híd. Ezen a helyen volt a híd. Itt. És ott van egy ilyen nyúlvány, és ott szoktak nyáron sátorozni sokan. Jó helyekre érünk, mindjárt ott vagyunk. Hát ott úgy sőszkem, mit látszott? Így, lefelé. Erősen tökös hely. De ő is járt veletek, nem? Ki? Lucius? Ő volt. Mondd, mint befolyások vannak. Lefelé világíts, Venci. Úgy, nagyon vagány. Itt ez a lóbarlangban van. Filmezem le kacsiék, kacsiók. Gyere, ő már várnak. Órás, a vízkeret alatt. Még... Az a forrás, innen vettük a vizet annak idején. Lólikot meglátogattuk, átkeltünk a nagy szikráról ezen a hídon, és visszafele még egyszer megnézzük, az ablakokat is nézzük, és itt felmászunk gondolatban a Csalatornyának a csúcsára. És ott most egy lábon képzeld el, hogy ott állunk most a Csalatornyának a csúcsán. De most már átrepülünk megint, és itt leereszkedünk.
a völgybe. Itt van a régi forrás a vízkeret alatt. Még folyik a víz belőle. Most már jövünk ki a szorosból. Utolsó még néhány kanyar, és ott kint már vidáman süt a nap. Úgy van, Zotyó bácsi itt ül a padon, és vezényli az egész barlangász expedíciót, és ő rendezi a filmezéseket, és igaz, tehát a nagy filmrendező, hollywoodi filmrendező, producer. A csalatorny a lábánál vagyunk, most megint felrepülünk gondolatba, egy lábon ott vannak valahol az ágak között. Itt sátoroztunk, itt ha jól... Énekeltük, hogy ázulról. Így van, ha beásunk ide a földbe, akkor biztos a sátor helyünket is megtaláljuk. Azzurro, il pomeriggio, longo, nem tudom, azzurro. Szia, Demetszem, bye-bye. Megyünk visszafele. Rengetegeink vannak itt, egy valóságos tömeg nyomor. Nem is tudom, mi lesz ebből, tönkretezik az egész természetet, ilyen tömegesen. Nem, oké, egy hétig voltunk, senkivel nem találkoztunk. Most itt ezrével járnak naponta szerintem. Végül még a nap is kisüt egy kicsit, és a kék eget is lehet látni a hegyek csúcsánál, igaz, süt a nap, de mondom, a táj most is nagyon szép, igazán ezek a színek, de csak ámuldozik, látja a nagy száját. Megint a vízkelet. A vízkelet utáni nagy kanyarnál vagyunk. Zotyó a magas lesbe tartózkodik éppen. Mire várva? Godóra. Godóra. Beket Samu bácsinak a godójára vár most éppen. Ági, és most meg... Látod, süt a nap, Demetszem. Látod, most süt a nap. Kék az ég, és zöld a fű. Hát, szevasztok, drágáim! Szeretettel üdvözölök mindenkit, a srácokat, a srác feleségeket, a srác unokákat, habár nem ismerem őket, és nagyon szépen meg szeretném köszönni, hogy elküldtétek nekem a snitteket. Gondoltam, miután megnéztem a videót, amit már elkészítettem, gondoltam, hogy egy utánszó jó lenne azért is, mert én veletek voltam gondolatban, és mivel hogy együtt ott mászkáltunk fiatal korunkba, gondoltam, hogy mégis egy pár szót illene mondani. Nem lesz ez egy hosszú dolog, úgyhogy csak nyugodtan maradjatok ott. És azt akarom mondani nektek, hogy mivel nagyon sok volt a snit és a kép, elég nehéz volt kiválasztani azt, amit gondoltam, hogy érdemes betenni egy rövidebb filmbe, hogy ne legyen unalmas. Tehát elég sok munka volt vele, de hát ugye, hogy tudjátok, én élvezem, és nekem ez jó bütykülés volt, úgyhogy még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy ezt elküldtétek, mert volt, amivel szórakozzak. Na most visszatérve a videóra, azt kell mondjam, hogy mikor megláttam azt a sok embert, ami ott járkál, és ugye, ahogy mondta Karcsi, ezer és ezer ember jön oda szerinte, én is attól félek, hogy nehogy véletlenül azért a természetet megbolygassák, de hát ezt
bármi nem tudjuk kontrollálni, úgyhogy ebbe bele kell nyugodni, reméljük, hogy rendes emberek mennek oda. És csak azt akartam mondani még, hogy mivel megnéztem jó párszor ezeket a snitteket és a videót a végén, úgy elkapott egy olyan nosztalgia, és bizony rájöttem, hogy hát eltelt az élet sajnos, és az, ami volt, az már nem lesz. Akkor nagyon szép időket töltöttünk ottan a barlangba, a szorosba, a patakba, és nem is volt nektek érdemes felmenni a nagy barlangba, mert ott csak az előcsarnok van nyitva, rácsokkannak, mert kell védeni a denevéreket, a lepkéket, a bogarakat, a kigyókat, a skorpiókat, medvéket, mindenféle más állatot, na és persze az emberektől kell védeni, mert ugye tudjátok, hát amikor először oda mentünk, már akkor is a barlang eléggé le volt rongálva, mert nagyon sokan emlékül letörték a cseppköveket, és vitték emlékül haza. Remélem, hogy ez, hogy bezárták a barlangot, ennek van egy jó oldala is, nem azért, mert védik a denevéreket, mert hát senki sem fogja a denevéreket bántani, nem is, nagyon nehéz őket megfogni, és oda a nagy terembe, ahol a guano kup van, oda nem sokan mennek be, úgyhogy nem voltak ők nagyon veszélybe. Ez az, mindent meg kell védeni, most autosztrádát nem csinálunk, mert ott valami különleges békák élnek, és hát nem szabad oda bevágni a talajban. Na, hát ezután mit mondjak nektek? Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és ez a kis melankólia, vagy jobban van a nosztalgia, miután megnéztem a filmet, és láttam azt a sok embert, valahogy egy kicsit úgy lelohadt, és elhatároztam, hogy oda nekem már nem érdemes elmenni, mert köszönhet nektek, megcsináltuk a videót, és van mit nézzek, van mire emlékezzek, és hát ennyi az egész. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok, amit akartam mondani. Kívánom a legjobbakat mindenkinek, legyetek egészségesek, boldogak, és minden jót. Szevasztok!